Ugye az Istennek az igényének több formája van. Három fő formáról szoktunk beszélni. A megtestesült, igen, a názárti Jézus Krisztus. A másik a logosz, ami benn van a Bibliában, és van a réma, a Szentléleknek az aktuális kielentése, amit a Szentlélek kijelent, és általában a rémák, az is az igazságnak, az igének egy formája, azok tartalmazzák azokat a friss üzeneteket, amire nagyon fontos figyelni, mert azok segítenek nekünk abban, hogy most a, a, akár hétfőn, akár kedden, akár szerdán, akár csütörtökön, milyen területre, milyen munkavégzésre vagy feladatkörre tegyük a hangsúlyt. És ennek következtében harmóniába tudunk -e maradni a Szent Éleknek a jelenlétébe. Ezért szükség van olyan emberekre, mint Sámuelre, akik akikben működik a kijelentés szelene. Az Efézusiakhoz itt levélben Pálapostól azért imádkozik a korintusiakért, de szerintem a budapestiekért is, meg mindenhol élő keresztényekért is, hogy adja meg Isten a kijelentésnek és a bölcsességnek a szellemét, és nyissa meg ezáltal a szívüknek a szemeit, hogy lássák az Istennek a, a, az elhívását, megismerjék Isten gazdag örökségét, amit a szenteknek adott, és az a hatalmas erőt, amit a názáti Jézus Kisztus föltámadása által tett nyilvánvalóvá, amely nem csak föltámadásról szól, hanem a dicsőségbe való fölemelésről is szól. Tehát a szellemnek, a, 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 a szívnek az intuitív képességeinek a fölkeneiséért imádkozik, mert rendkívül fontos, hogy a benned lévő szellemed, vagy a, 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 a szívednek a képességei megelevenedjenek, ne legyenek hibernált, lehűtött, mivel itt állapotban, hanem fölszabaduljon. Például a szellemednek a látóképessége, a szívednek a hallóképessége, a felfogóképessége, képessége, átlátó hogy mondtam, alapvetően három részre lehet sorolni a láthatatlan részünknek a képességeit. Ami az egyrészt a ugye, hallgatással áll összefüggésbe, a befogadással és megtartásra, a harmadik csoport pedig a megcselekvésére a dolognak. Nagyon sok ember ugye hallgatja Isten ígéjét, de képtelen megcselekedni, mert a, nem, a szellemét nem járta át úgy a szent Élek, hogy a tett erőt hozzon létre benne az Istennek az igéje. És ahogy mondtam nektek, hogy soha az Isten igényét ne úgy hallgassátok, hogy intellektuális ismeretek növekedjenek nektek benneteket, hát persze, hogy növel, de ez önmagában nem elégséges, nem teológiailag kell nagyfejűnek vagy dagadfejűnek lenni, hanem a lényeg az, hogy Isten azért bocsátja ki a szavát, hogy tegyed Isten tökéletes akaratát, betöltsed Isten tökéletes akaratát. Hirdesd az Isten országon az evangéliumát, betegeket gyógyítsál, démonokat üzél, és járjál az Úrnak az erejében, hogy amit az Úr mond, azt tegyed meg az elhívásodnak és a kenetednek megfelelően.